Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. a szubzsáner. A vagy a kedvenc könyves műfajom, az kifi. Szeretettel köszöntök mindenkit, Magyarós István vagyok, a Paralaxis Univerzum felelős szerkesztője, ez pedig itt a szubzsáner 11. része. A mai részben új kollégát mutathatok be itt a Paralaxis Univerzumban, ő pedig nem más, mint Stempel József, és amíg az irán különleges benne, az, hogy tájföldről jelentkezik. Szia! Szia, szeretettel köszöntök mindenkit és köszönöm a lehetőséget. Örülünk, hogy itt vagy, és reméljük, hogy, hogy uh, sikerül egy érdekes beszélgetést folytatnunk, csak így kettesben, anélkül, hogy bármelyikünk is híres író vagy, vagy uh, szakavatott tudós lenne. Úgy érezzük, hogy, hogy uh, mind a ketten nagy sci rajongók vagyunk, innentől kezdve nem kéne nagy gondot okozzon, hogy kibeszéljünk egy újabb könyvet. Feltétlenül. Arról van szó, hogy újabb könyv, akkor a mai Adásunk témája nem más, mint Andy Virnek a legutolsó, legfrissebb regénye, ami annyira friss, hogy 2021-ben jelent meg. Ennek ellenére ez a legújabb könyve, a Hail Mary küldetés. Ez lesz a mai témánk, és előre szólok mindenkinek, hogy igenis spoileres lesz, mert enélkül igazából nem tudnánk egy jó kis ízes kibeszélőt csinálni belőle. Tehát aki még nem olvasta, és nem szeretné, hogy bármilyen poént lelőjünk, az most állítsa meg olvass el, majd jöjjön vissza és hallgasson meg minket. Mielőtt belevágnék, még annyit szeretnék mondani, hogy akinek, akinek szimpatikus a műsorunk, szereti a Paralaxis Univerzum, szeretné a Paralaxis Univerzum egyéb műsorait is hallgatni, értesülni róla, lájkoljon, iratkozzon fel, akár a YouTube csatornánkra, akár valamelyik podcast streamelő platformon a podcastjainkra, és ha valakinek igazán tetszik az amit csinálunk és szeretne benne segíteni nekünk akkor ott a lehetőség hogy a Patreonon keresztül még akár támogathat is minket. És akkor most vágjunk bele a mai témánkba, a Helméri küldetésbe, ami egy mondhatnám azt, hogy tipikus Andy Will regény, nem minthogy olyan sok lenne belőle ez volt a harmadik regénye az Írónak ellenben szerintem nagyon is hasonlít és nagyon is felismerhető a stílusa hasonlít az első könyvére, a Marsira, legalábbis ez volt az angol neve a Marsen, és a, mikor filmet csináltak belőle, egy picit ottan ment a magyar filmnév, de meg a könyv is, én csak Marsinak ismerem. Úgyhogy uh, itt újabban, itt ebben a könyvben is megint kapunk egy, egy nagyon ügyes, nagyon, nagyon kreatív, egyszemélyes hőst, aki ezúttal nem saját magát kell megmentse, vagy nem csak, hanem az egész Földet. Felvázolnám gyorsan az alapszituációt, azt akkor majd innen szépen Josival kibontjuk, és tovább visszük, hogy hogy és merre halad a történet. Tehát annyit tudunk, hogy van egy Ryland Grace nevezető személyünk, aki a könyv legelején egyszerűen csak felébred, és nem tud semmit. Az se, hogy hol ébred fel, az se, hogy mennyit aludt, nem emlékszik semmire. Tehát, hogy egy igazán kellemes szituáció, egy bezárt szoba, benne egy ember, aki nem tudja, mit keres ott és miért van ott. Nagyon gyorsan komplikálódik a helyzet, amikor, amikor észreveszi, hogy nem csak ő van a szobában, hanem még ketten, ellenben az a még kettő személy, az már nem is él. Úgyhogy egy ilyen, ilyen erős felütéssel... Én azt mondanám, hogy, hogy kifejezetten ilyen filmesen, tehát mint hogy egy filmes forgatókönyvet olvasnánk, nem is egy igazi könyvet. Tehát én nagyon pörgősen, nagyon erős nyitással kezdi meg a, a, könyvét Andy Vír, de hát ő neki szerintem a vérében van ez, hogy, hogy, olyan könyvet ír, és az egész könyven ez szerintem végigvonul, hogy mintha, mintha egy, már egy, már egy Előre meg eltervezte volna, hogy ebből egy filmet akar látni, és nagyvásznon akarja látni ezt az egész dolgot. Tehát olyanok a jelenetek, olyanok a párbeszédek. Tehát aki olvasta a könyvet, az tudja, hogy hogy -e, miről beszélek. Itt még nem tudjuk, hogy hol vagyunk, és ez a szépsége a dolognak, hogy ezt is majd csak szépen lassan, lépésenként fogja a főhősünk kideríteni, hogy hol van. Mert eleinte nem tudja, ellenben borzasztóan okos, amit nagyon irigyeltem tőle, hogy elképesztően jól forog a, forognak az a agytekervényei, és, és olyan szinten tud logikusan gondolkodni azt is, hogy még a gravitáción elgondolkodik, és akkor szépen a gravitáció, meg a gravitáció irányából, sőt, még elkezdi kimérni, hogy milyen a gravitációs gyorsulás, mert rájön, hogy nem a Földön van, hanem valahol az űrben kell legyen, de hogyha az űrben van, akkor most kering a Föld körül, vagy megy valamelyre, kvázi zseniként viselkedik a, a barátunk, nagyon hamar kideríti, hogy az űrben van. Ennél többet, hirtelen nem tud, hogy mit keresne ott, és hova megy, és, és mit akar. Van egy űrhajó, amin van egy félig-meddig mesterséges intelligencia, aki segíti a, ő neki az életben maradását, meg segítene neki a hajó vezetésében. Viszont van egy ilyen egyszerű problémája, hogy először egy, egy azonosítást kérne a rendszer, mondja meg a nevét. És mivel az elején teljes amnéziával küzd szegény főhősünk, ezt nem tudja, tehát itt van már az elején egy ilyen pici kis feszültség. És onnantól kezdve beindulnak a dolgok, megint két síkon történnek a, a tulajdonképpen az események, nem két helyszínen, mint a Marsinál volt, hogy Mars meg a Föld, itt időbeni eltérés van, látjuk egyszer Ryland grace a jelenben, ahogy küzd azzal, hogy mit keres az űrhajór, miért van ő itt, és mi a helyzet és végigasszisztáljuk, hogy visszatér az emlékezete, és ebből tudjuk meg, hogy mi történt. És nagyon gyorsan kiderül, hogy valami nagyon furcsa dolog történt a Földdel, valami megjelent a Nap és a Vénusz környékén, amitől azt látja a, a tudós társadalom, hogy a Napnak tulajdonképpen elkezd csökkenni a hő kibocsátása, ami eléri a Földet. Nem vagyok szakértő a témának, de de annyi tudok, hogy 1-2 százalék eltérés is komoly hőmérsékletkülönbséget okozna itt a, a Földön. Itt a regényben pedig a tudósok azt számolják ki, hogy bőven 1-2 százalék fölött lesz hamarosan a, az energia kibocsátásnak a csökkenése, ami egy nagyon erős lehűlést, inkább elfagyását az egész Földnek jelenteni, tehát meg kell oldani. És valahogy a, a mi Ryland grace bele csöppen ebbe az egész történetben. Annak ellenére, hogy amikor visszaemlékszik az első dolgok, amiket megtudunk róla, hogy tulajdonképpen csak egy tanár, egy iskol fizika, nem is fizika, hanem science, tehát egy ilyen tudományos témaköröket tanít általános iskolásoknak, tehát hogy pont nem értjük, hogy miért őt akarnák erre a feladatra felkérni, de hamar kiderül, hogy régebben ő foglalkozott, nem is tudom, már sejtbiológia, biokémia. Biokémia. Így van, nem egy rossz tudós volt, és volt egy híres, elhíresült munkája, amiben azt fejtegette, hogy kell -e egyáltalán víz az élethez, és hogy létezhet szerinte olyan egyéb életforma, aminek nincsen szüksége vízre, így kerülnek hozzá, hiszen ez a nagyon hamar kiderül, hogy valami történt a nap körül, és hogy ez a valami, ez viszont egy valamilyen élőlény, vagy élő életforma okozhatja ezt a problémát, és mivel hát a nap közelében történik, vagy körbeveszi úgymond a napot, és, és, egy részét az energiájának magába szívja, az első gondolata persze, hogy az a tudós társadalomnak, hogy akkor ez biztos, hogy nem lehet benne víz, lévén, hogy a nap felszínén több ezer fok van, míg a víz nem tud létezni, tehát szétesik a, a hidrogén-oxigénre a vízmolekula ezen a hőmérsékleten, így kerülnek el hozzá. Tulajdonképpen a főhősünk lesz az, aki Andy könyvről van szó, tehát azért nem, nem mondok nagyot, hogyha azt mondom, hogy, hogy erősen gyúrunk a happy endre. Szokásos módon nagyon sok küzdelem és harc után meg fog érkezni egy pozitív végkifejlethez, ellenben nagyon sok problémával kell megküzdenie, néha nagyon heroikusan, és azt hiszük, hogy itt már semmi esélye is, és mégis, és mégis, és mégis. Ő tulajdonképpen a főszereplőnk. Itt a fülszöveg, ami a könyvfátán van, már belengeti, hogy itt lesz egyfajta segítsége, abban azt mondtam, hogy az űrhajón a űrhajós társait holtan találja, későbbiekben viszont segítséget is talál magának, és majd együtt oldják meg, legyen még inkább pozitív ennek a könyvnek a kicsengése. Amikor oda jutunk, rátérünk erre, erre a segítségre is, hogy hogy és miért és? Hogy lehetett? Vissza egy kicsit a könyv elejére. Tehát szépen lassan a jelenben visszaemlékezve ezekre az apró részletekre, küzdve az űrhajóval, Eljut arra a szintre, hogy igen, sikerül a neve elszébe jusson, azonosítja magát, át sikerül venni az űrhajótnak tulajdonképpen a teljes irányítását, hozzáfér a rendszerekhez, és amikor hozzáfér a rendszerekhez, kiderül számára, hogy nem is a naprendszerben van. Itt megtudjuk, hogy azért nem a naprendszerben van, mert a múltban ő és egyéb kutatók arra következtetésre jutottak, hogy ez a fajta legyen, hívjuk fertőzésnek, tehát ez az idegen életforma, ami a napot és a Vénuszt, a nap és a Vénusz között a nap energiáját leszívva veszélyezteti a Földet, ez megtalálható sok másik csillag körül is, és egy idő után észrevesznek egy furcsaságot, miszerint van egy olyan kifejezetten közeli a tau Ceti nevezetű csillag, vagy annak a csillagrendszer, és a csillaga körül, a csillagának a fényében tulajdonképpen észreveszik, hogy abban nem történt csökkenés az elmúlt x évben, még az összes többinél igen, ebből arra következtetésre jutnak, hogy ott valami történhetett, valamiért ez a fertőzés nem úgy alakult, mint bárhol máshol, szóval megvan a, nem is a megoldás, de legalábbis az irány, hogy merre kéne elinduljanak, el kell menni abba a csillagrendszerbe. Egy Igen, igen, tehát hogy, hogy, nem lehetnek más, nem látnak más módszert, mert nem tudnak mit kezdeni ezzel az élőlényel, Sikerül belőle mintát szerezzenek, de nem értik, hogy és miért azt csinálja, amit csinál. Azt látják viszont, hogy van egy hely, ahol ezt már nem tudja csinálni, úgyhogy ilyen szinten én logikusnak is érzem, hogy ez a, ez a legjobb, legjobb mód. Hogy akkor megtudjuk, hogy mi történhetett, hát menjünk oda, nézzük meg. És akkor itt volt egy zseniális húzás Andy Vírnek, legalábbis ami nekem nagyon tetszett. Mert azt tudjuk, hogy itt a közeljövőben játszódik, és a jelenlegi technológiánk ezekkel a szilárd hajtóanyagos űrrakétákkal tulajdonképpen képtelenek vagyunk érdemben olyan sebességet elérni, amivel akár csak a legközelebbi csillagrendszert meg tudnánk látogatni. Csillagközi utazás nem képes, nem vagyunk képesek egyelőre. Igen, igen. hát vagy, vagyunk képesek, csak hát 40 ezer évbe telne a legközelebbihez elmenni, ami meg azért nem túl, nem túl emberbarát innentől kezdve. Itt betesz egy, egy, ilyen, egy húzással tulajdonképpen megoldja Andy Vér ezt a dolgot, mert a tudósok kitalálják, hogy lehetne ezt a kis élőlényt, amit kedves főszereplőnk Ryland Grace nevez el, astrofágnak. Hogy lehetne ezt az idegen életformát felhasználni egy olyan hajtómű létrehozására, amivel megvalósítható a tehát a folyamatos gyorsulásban, de azt akarom mondani, tehát hogy elképesztően magas az energia sűrűsége. tárolási hatékonyság, energia sűrűsége, mondjuk igen, köszönöm. Tehát, hogy megoldható lehet vele, belátható időn belül az utazás két csillagrendszer között, így az emberiség akkor úgy dönt, hogy menjünk oda, nézzük meg, és Andy Weir megoldotta, hogy azzal, ami az ellenség, azzal megoldotta azt a lehetőséget, hogy el lehessen utazni egy másik csillagrendszerbe, és nem kellett hozzá egy másik extra fizikát még kitalálnia. Tehát ezt nagyon szimpatizálom benne, és azt is, hogy, hogy megpróbál mindig a lehető legközelebb maradni a jelenlegi fizikához, tehát mindig keves, kevésbé elszállni, és kitalálni extra tudományokat, vagy extra nem létező, nem létező fizikai törvényeket használva csinálni ilyen dolgokat. Tehát megpróbál a realitás talaján maradni, és a lehető legkisebb fiction beleadni a science-be, hogy, hogy, így mondjam. Nem tudom, te hogy vagy vele, Josi, én ezt látom, hogy azért ő, ő nála ez volt a marsinális, és még, az mondjuk a sokkal inkább hard science-nek mondanám, csak a kevésbé szállt el. Nyilván találtam egy-két pontot, ami érdekes, meg egy ilyen kisebb ellentmondást, de én nem vagyok kritikus egyébként, tehát én élvezem, tehát lehet tökéletes bl blödli. Én is élvezem, csak, csak annyira... Akkor is. I igen, tehát lehet tökéletes blödli, de az legyen akkor az a, az a blödli kategória. Én ebben az Andy Weir könyvekben szeretem, hogy itt, itt sok a science, tehát hogy ő próbál minél inkább science-re támaszkodni, és minél kevésbé fiction -re. tehát hogy nem az van, mint a, a Star Trek-be, hogy akkor mindenféle olyan technológiákra hivatkozunk, amivel Képesek vagyunk a fénysebességnek az ötszörösével, meg a hétszeresével repkedni, meg itt megjelenni a térben, meg ott megjelenni a térben, meg, meg ide üzengetni, oda üzengetni. Kifejezetten odafigyel rá, és szakértőkkel is egyeztet ez, ez ügyben. Tehát ez mindenképpen szempont. De mindenképpen kell egy csavar vele, ami tényleg nem valós, és nem is működhet. Mert tulajdonképpen az a, az, az alaptézis, ha jól értettem, hogy az, az, az asztrofág neuritiókban tárolja az energiát valamilyen trükkös módon, és tulajdonképpen a Einstein-féle egyel, egyelő MC négyzet szintű energiát tud tárolni. Tehát gyakorlatilag, mint hogy antianyagot... Nem csak azt, hogy tárolni, nem át, átalakítani, átalakítani. tudja. tehát, igen. hogy neki, 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 elméletileg ennek a kis, ennek a kis, uh, egysejtű lényekről beszélünk tulajdonképpen, azt tudja megcsinálni, hogy, hogy a teljes tömegét szinte tudja egy az egyben a tömegének megfelelő energiává alakítani, ami egy baromi nagy energiasűrűségre ad lehetőséget. Persze, ez, ez fiction, tehát, hogy ilyet még nem találtunk, és nem láttunk, és nem tudjuk, hogy hogy létezhetne ilyen, de onnantól kezdve erre szépen felépíti, és nem, kezd, nem sieti el a, a, az utazást, figyelembe veszi még a, a relativisztikus ö, sebességnél történő időtágulást, is itt-ott kihasználja a, a, a dolgokat. Tehát, hogy, hogy azért tényleg becsülendő benne, hogy figyel az ilyesmikre, és tényleg beszél, meg olvas, és beszél, próbál tényleg hozzáértő fizikusokkal, kémikusokkal, biológusokkal lektoráltatni, úgymond a, a, a könyvét, hogy a, ne legyenek benne nagy blödségek. Én ezt szeretném. Igen, igen, kivézel, igen, Mondjuk, mondjuk azért, az, ha szabad kötekednem egy picit, Jogottan. az, hogy mennyire, mennyire happy end a vége, az nagyon nézőpont kérdés. El fogunk oda jutni, én azért elgondolkoznék, hogy hogy valójában jó a vége, vagy nem. Tehát, hogy semmiképpen se rossz, de mindenképpen nagyon érdekes a vége, és nagyon nem várt. Tehát, hogy én, én nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége. Nem tudom, én egy, ez, ez a teljes, teljes amerikai happy endnek érzem, tehát hogy, hogy ennél én sokkal, sokkal realisztikusabb vagy szomorúbb véget tudtam volna elképzelni neki, ehhez képest, ehhez képest nem az. Tehát szerintem, szerintem meg kifejezetten, kifejezetten happy end. Lehet, hogy azért, mert, mert utóbbi időben több olyan könyvet olvastam, ami, ami nagyon nem ilyen irányba ment el, hanem, hanem ott aztán ilyen, ilyen hamleti, mindenki meghal kategóriába fordult. Ez meg nem az a, ez meg nem az a típus, úgyhogy én ezt happy ennek éltem meg. A térséget olvastam, és ott. ott nem tudom, hogy végigolvastad a sorozatot, de hogy aztán a végén tényleg mindenki meghal, megöregszik, szenvedés a végén. Igen, mert ilyen az élet. Tehát, hogy én azt, azért mondom, én azt érzem, hogy a legtöbbször ez van az életben, a valóságban, hogy, hogy sok a szenvedés, sokan halnak meg, és a, a, jó ritkán nyeri el azt a fajta jutalmát. Innentől kezdve. De pont azért olvasunk könyveket, hogy felszabadítson. Tehát, most az életszenvedés, háborúk vannak, meg mindenféle kellemetlen dolog. Miért ne legyen happy end a vége. Ja, én legyen. Én nem, nekem semmi bajom a happy end el csak én azt, tehát én nekem ugyanúgy nincsen problémám, viszont a, a, borúsabb, realistább végekkel. Tehát én például nem feltétlenül csak azért olvasok könyvet, hogy akkor most valami, valami vidámat uh, vegyek készhez, hanem elgondolkodtató legyen valamilyen, vagy szórakoztató, tehát lehet csak simán szórakoztató, azzal sincs semmi bajom, de lehet néha elgondolkoztató is egy kicsit. Ott azoknál meg jobban esik az, amikor nem teljesen, nem teljesen happy end. Mert ezt érzem, sokszor azt érzem, hogy rosszabb, tehát ez nagyon fikció, hogy minden, minden jól alakul egy film végére, vagy egy könyv végére, mint, mint az ilyen extra tudományok, meg egy extra fizikai törvények. Tehát, hogy hogy az mindig pont időben sikerül megmeneküljön, mindig a legnehezebb helyzetből is, mindig pont időben sikerül kivágnia magát az eszével. Ez olyan, nem tudom, nekem egy kicsit olyan nehezen hihető. Nem ezt tapasztalom a valóságban. Igen, de felmerül a kérdés, csak hogy picit el, eltérünk a témától, hogy sz, szerintem fontos, hogy legyen feszültség a könyvben, vagy egy könyvben. Tehát, hogy, hogy nem tudom, tehát ezeket, amiket előbb mondtál, engem picit idegesít őszintén szólva. Tehát, hogy vannak ezek a tipikus sémák, hogy kell szenvedni, kellene kívások, ilyen népmesei magasságok. Ez a könyv is pont ilyen. Tehát, hogy, hogyha, hogyha végigveszed, hogy mi történik vele abban a naprendszerben, állandóan ez van, hogy valami kezd rosszra fordulni, mikor elmennek a, ahhoz a bolygóhoz, ahol ott megtalálják, tényleg meg megtalálják, tehát ebben a, a segítségével. Igen, nem tartunk, nem ott. tartunk ott, tehát itt is nagyon sok, és a vége felé sűrűsödnek ezek a, ezek a nehézségek. Nehéz bepörgetni azt az űrhajót, nem így működik, és mindig sikerül megoldani, és mindig ott van, és mindig tovább sikerül görgetni a dolgot. Tehát, hogy ez pont ez a, ez a felépíti a feszültséget, és mindig a hős, mert olyan a hős, valahogy mindig kivágja magát belőle. Tehát én ezt, ezt... De nekem is egy igényem. Ki, ez kimaradtak volna ezek, a dolgok, ugyanúgy szeretném, ezt, én ezt a könyvet egyébként, csavar miatt, mert ugye már ott tartottál nagy de hogy megérkezett, átvette az irányítást. És tudja, hogy hol van, igen. Itt tudja, hol van, bekapcsolja a Petrovaszkop nevezetű készüléket, hogy ellenőrzi a Petrova vonalat, ami gyakorlatilag egy hát vonal tulajdonképpen az adott csillagtól egy bolygóig, aminek magas a széndiokszid szintje, ha minden igaz. Igen, igen, igen. Tehát egy infravörös tartományban bocsájtanak ki fényt ezek az asztrofágok, és erre jött rá egy tudós, ez a valamilyen Petrova nevezetű tudós, és róla nevezték el ezt a vonalat, mert az látszik abban a tartományban, semmi más nem sugároz, csak ezek az Igen. asztrofágok, és akkor innentől kezdve. Erre csináltak ők egy ilyen, egy ilyen eszközt, amivel lehet ezzel a petrovaszkóppal tulajdonképpen készíteni felvételeket az űről, hogy meg lehessen keresni, hogy ott van-e. Na most bekapcsolja ezt a készülőket, és meg is találja adott csillagrendszerben azt a vonalat, és ö, lát, ilyen felvillanásokat. van a hullám tehát ugyanezen a ugyanezen hullám. a hullám hosszon, és ezt nem nagyon tudja hová tenni. Először azt gondolja, hogy ez valami véletlen, vagy valamilyen ö, olyan reakció, amit még nem mértek fel, de aztán elég hamar kiderül, hogy az idegen űrhajó. És innen kezdett el igazán tetszeni a könyv. Tehát, hogy van egy, ez a csavar benne, ami nagyon különleges teszi, ez nekem olyan, mint a Anna az alkonyattól Pirkadati című filmben volt, hogy jöttek a vámpírok. Nem tudom, hogy láttad ezt a filmet? Egyszer régen, tehát hogy a vámpírok megvannak, de nekem nem, nem az nem hagyott bennem egy mély nyomot, tehát nem tudnám felidézni magát a filmet. Ne, nekem hát ilyen szalma helyek az egyik kedvencem, úgyhogy benne mély nyomot hagyott. Volt egy ilyen striptiz jelenet is benne, úgyhogy ez mindenképpen. De, de a csavar miatt, tehát hogy, hogy, egy ilyen, azt hittem, hogy ez egy bűnüli regényt, elrabolnak valakit, mit tudom, menekül akármi, és hirtelen ebből egy vámpírtörténet, és itt is elindult egy ilyen űrhajós, nem is tudom, minek tudom elnevezni, Hát igen, össze van, össze van, egy ilyen világvége, földet érő kataklizma, és egy, egy ilyen űrkaland. Őrvesztem talán, van űrkaland, vagy űrvesztem talán ez a, nem tudom, ilyen magányos hős megy, és blabla, bla. és hitelet belül egy ilyen idegenes történet, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon tetszik ez a csavar, és hát igen, itt, itt kezdődik az érdekes dolog, amikor az emberiség találkozik egy idegen, nem tudom mi a idegen kultúrája. Igen, idegen, igen fajjal, idegen. Aztán, fajjal, és nagyon gyorsan kiderül, hogy ennek kultúrája is van, ha már egyszer tud űrhajót építeni, uh -huh. akkor, akkor az nem is lehet annyira, annyira fejletlen ami megint nekem egy kicsit ilyen nagyon, nagyon filmszerű volt, az, hogy barátságosak, végre egy barátságos idegen faj, akivel találkozunk, és egyből össze tudunk bratizni, és hogy milyen eszméletlen gyorsan sikerült összehozni a kommunikációt ezzel a fajjal. Tehát, hogy ez egy annyira kellett a könyvhöz, vagy lehetett volna tulajdonképpen akár csak ezen is egy egész könyvet eltölteni, hogy hogy sikerül két teljesen eltérő fajnak egy közös kommunikációt kidolgoznia, és tulajdonképpen megértetnie egymással, vagy a másikkal saját magát, erről lehetne nagyon hosszú könyveket írni. Andy Weir nagyon gyorsan, rövidre zárta, és nagyon hamar sikerült Ryland Grace parancsnokunknak kitalálnia, hogy, lehetne, hogy lehet ezzel kommunikálni ezzel a másik lényel, aki meg szintén kifejezetten értelmes lény, tehát két tudós mikor találkozik. Tudod, nem is tudós, mert hogy kiderül a barátunkról, hogy ő inkább mérnök, mint tudós de hogy annak viszont nagyon jó, és elkezdenek kommunikálni. Igen, mond. Bocsánat, hogy gyorsan elmondanám, hogy tehát az történik, hogy felfedezze az idegen űrhajót, vagy elkezdenek kommunikálni, először úgy, hogy gyorsít, lassít, és a másik újra hogy a szinkron pályára kerül vele, utána küldözgetnek egymásnak csomagokat, passzolgatnak egymásnak, és utána összekötik a két űrhajót egy csővel, és gyakorlatilag találkoznak úgy, hogy teljesen más légkörben élnek, tehát, hogy van a cső között egy fal, és először kopogtatás, mutogatás, ilyenek, és kiderül, hogy a, az idegen lényünk is tud beszélni, csak zenei hangjegyekkel. Tehát hogy gyakorlatilag az R-tuditor, vagy valami hasonló lehet. Igen, és szerencsére a mi tudósunk az még programozásból is nagyon jó, és van nála ilyen szoftver, amelyiket nagyon gyorsan fel tudja tanítani arra, hogy a különböző hangokat felismerje, tulajdonképpen hangcsoportokat. És akkor a klasszikus ilyen, mikor a, a fehér ember a, a kis afrikai bantúval találkozott típusú kanál, Ézéke és Villa, Elkezdenek mutogatni, és akkor akkor uh, szerencsére a, a mi idegenünk egyből érti, hogy ez a szegény jó ember mit szeretne. Tehát ő mond valamit, vagy mutat valamire, vagy izé, tehát hogy egy, egy párgyat, egy fogalmat megmutat. É, így, igen, itt csatolnék vissza arra, amit előbb, el, előbb kezdtél el, hogy két kultúra közötti kommunikáció, tehát a fogalmak egyezése, ez, ez teljesen hihetetlen, és valószínűtlen. Igen, de ezt ők megoldják, tehát hogy, hogy ezt, ezt, nagyon, nagyon gyorsan és nagyon ügyesen megoldják, és közben persze megy a, 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 cselekmény a múltban, tehát közben folyamatosan kapunk újabb és újabb morzsánkat, tehát ezt szerintem Andy Vír nagyon szépen csinálja, hogy, hogy, folyamatosan adagolja a, a múltbeli információkat, amik valahogy mindig kötődnek a jelenbeli problémákhoz. Tehát, hogy mindig olyankor ugrik Igen. vissza, amikor valamilyen problémával szembesül a hősünk, akkor valahogy visszaugrunk az időben, és akkor kapunk egy kis extra információt, segítséget a, a dolgokkal kapcsolatban. Igen, csak lehet, hogy ezt nekünk nem kellene így, így követni ilyen szinten, mert így is elég picit kapkodunk jobbra-balra, és hogyha még ezt a narratívát követjük, akkor teljesen élvezhetetlen lesz a beszélgetés. De, de, ezt rád bízom, ha gondolod. Nem szeretném semmiképpen úgyse szóró-szóra prezentálni a, a történetet, tehát igenis az lenne a cél, hogy aki nem olvasta, az olvassa el, aki megolvasta tudja, miről beszélünk, és akkor Max elgondolkodik azon, hogy mi belénköd, hogy miért pont, miért pont, erről meséltünk, vagy ezt beszéltük ki a könyvvel kapcsolatban. Annyi volt lett Ez volna, szubjektív, teljesen szubjektív műfaj. Hogy uh, tulajdonképpen a történet az megy előre, ők ketten össze, össze nem csak, hogy Megtalálják a kommunikációt, hanem, hanem nagyon gyorsan egy hullámhozra kerülnek, hogyha lehet ezt mondani, és rájönnek, hogy mind a ketten ugyanazért vannak ott. Tehát, hogy itt a, a, az idegen barátunk, akit elnevez Rocky-nak, Rocky Rocky, mert egy ilyen fura, nagyméretű, pókszerű lény, öt karral, meg ilyen karomban végzedő, végződő karokkal, akik nagyon-nagyon más életkörülmények között él, mint, mint mi. Tehát, hogy valami elképesztő, nem tudom hány, 80-90 atmoszférás nyomás, meg 400 fok, tehát, hogy valami ilyesmi az ő hagyományos élettere, nagyon más, mint mi, ennek ellenére nagyon hasonlóan gondolkodik, mint mi. És erről van is egy érdekes eszmefuttatásuk, ez viszont nekem nagyon tetszett. Most nem, meg, meg nem mondom pontosan, melyik részén volt a de van egy ilyen, amikor már jól tudnak egymással beszélgetni, ezt viszonylag hamar elérik, akkor elgondolkodnak rajta, hogy vajon hogy lehet az, hogy mind a ketten itt vannak ennél a csillagnál, és ugyanakkor vannak itt, és tudnak egymással kommunikálni. Tehát, hogy nagyjából ugyanazon az értelmi, fejlettségi szinten vannak. Erről itt volt egy érdekes gondolatmenet, és itt az idegen Roki fogalmazza meg, hogy szerint ez teljesen nyilvánvaló, mert hogyha nem lennének ugyanazon a, a fejlettségi szinten, ha valamelyikük nem lenne elég fejlett, akkor... Nem tudott volna eljutni ide, tehát hiába jön az asztrofák támadja meg a naprendszerét, valószínűleg simán belehalt volna az emberiség, hogyha nincs, nem elég értelmes, mert akkor nem tud mit kezdeni, nem figyeli az űrt, nem képes begyűjteni az információt, nem képes megvizsgálni, nem képes ö, olyan űrhajót építeni az asztrofák segítségével, ami eljuttatná őt ebbe a naprendszerbe, a tauciatihez, tehát nem lehet ott, ha meg sokkal fejlettebb, mint Rokinak a népe, akkor meg nincsen szüksége arra, hogy elutazzon abba a naprendszerbe, meg tudja oldani enélkül is a problémáját. Tehát, hogy, hogy ezt is sikerült logikusan kihozni, de egy, egy érdekes dolog, hogy ha már találkozunk idegenekkel, hogy hogy megértjük egymást. És itt tulajdonképpen én ezt, én ezt el tudom fogadni, ezt az érvelést, hogy csak azért találkozunk, és csak azért ülünk le beszélgetni, mert ugyanazon az értelmi szinten vagyunk. Különben nem jutnánk oda, hogy beszélgessünk. Hát hogy mit, mit, tudom, de az antropikus el, tehát, hogy azért tudunk kérdezni, mert itt vagyunk, ha nem lennénk, nem, nem, nem tudnánk kérdezni. Tehát, hogy... Igen, csak annál egy tényleg egy, egy kicsit azért, azért kézzelfogható történet, hogy tényleg, ha nem vagy elég fejlett, nem vagy ott. Ha meg túl fejlett vagy, akkor megint nem mész oda. Tehát, hogy nekem ez... Igen, igen csak én nagyon leakadtam ezen, ezen a kommunikáción. Tehát nagyon, nagyon tetszik, és végül is össze is barátkoznak, ami aztán tényleg egy ilyen extra csavar, Öri Bari, tehát sokszor két ember nem tud kommunikálni egymással, tehát én tájföldön élek, és nagyon látszik, tehát az alapkultúra nagyon-nagyon más, mint az európai alapkultúra, és tényleg, tényleg vannak dolgok, ami, amit nagyon nem értek. Tíz éve élek itt, és nem értek, és lehet, hogy soha nem fogok megérteni, mert egyszerűen nem olyan körülmények között nőttem fel, nem olyan alap Alapokat raktak bele az agyamban, és ugye már itt azért arról is beszélünk mostanában. A, a, a tudományos világ beszél, hogy vannak intelligens lények, tehát főemlősök, delfinek a Földön, és nem tudunk kommunikálni valójában velük. Igen, de ott azért nem tudunk, mert nincsenek ugyanazon a fejlettségi fejlettségi szinten. Technikai fejlettségre gondolsz? Hát, vagy, vagy egyáltalán, tehát hogy, hogy, hogy nem tudom, én, tehát hogy a... Fest tudjuk mérni tulajdonképpen, tudtam már, nem, nem vagyok természet programozó vagyok, de nem vagyok olyan szintű tudós, de hogy azért nagyon sok lény, nagyon intelligens a maga módján. A tehát, maga módján. A is fejlett. Igen, itt arról beszélünk, hogy itt mind a két, tehát itt az ember is, és ezek a, a rokinak a népe is tulajdonképpen ugyanolyan típusú technológiai kultúra és szerintem amért könnyen megy nekik a kommunikáció, egy, hogy a mi drága főszereplőnk az tanárként sokat dolgozott, ergo jól tud kommunikálni, mert egy tanárnak az valamilyen szinten az, az benne van a készségei között, hogy mind a ketten a tudományos szempontból, tehát a tudomány, tudomány által próbálnak kommunikálni, és egy tudományos probléma, hozza össze őket. Tehát megvan, igenis van egy, egy közös platformjuk. Két rendszer között van egy objektív leképezés, egy kétrány leképezés. Tehát ugye van, van a halmaz a mi fogalmaink, van egy halmaz az ő fogalmaik, van köztünk a nyelv, és az egy ilyen kétrány leképezés. Az, az egy picit érdekes, hogy ugyanazok a fogalmak vannak. Hát, de ott, ott ha, 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 ha ilyen részesen nézed a fogalmakat, az sokszor előfordul velük, hogy ilyen emberi fogalmakat, inkább ez van, hogy emberi fogalmakat nem ért ez a, ez a Rocky, és akkor musz, megpróbálja elmagyarázni neki uh, uh, Grace, hogy, hogy jobban megértse, mert az náluk nem létezik. Későbbiekben kiderül például az is, hogy nincsen látásuk, tehát hogy olyan, olyan uh, látás nélkül fejlődtek ki, nekik csak hallásuk van, és ilyen radar jellegű uh, érzékelésük van tulajdonképpen, de sok minden, amit mi megélünk, azt ők nem tudnak megélni, ellenben Leginkább a technológiáról beszélgetnek, és technológiai problémákról, és tárgyakról, és tehát, hogy a kommunikáció nagy része ezen megy. De a fizika, az alapfizika ugyanúgy működik náluk, ugyanúgy léteznek molekulák, a matematika ugyanazt jelenti. És ezért van szerintem az, hogy lehet, hogy magánemberként nehezen értesz meg egy másik kultúrát, és nehéz beilleszkedni egy teljesen más kultúrába, mint magánember, viszont én azt látom, és ezt hallom szinte mindenkitől, akik, akiket látok ilyen riportot velük, tudósokról, tehát kutatókról, tudósokról, hogy nem okoz gondot egy teljesen más kultúrából jött másik kutatóval közös kutatást vinni. Tehát amikor a tudomány a közös nyelv, akkor nem jelent gondot az, hogy hogy ő, ő Japánba született, vagy Brazíliába, vagy, vagy Dél-Afrikába, vagy Kanadába. Ugyanúgy tudnak leülni, és a saját tudományukról igenis nagyon könnyen tudnak alkotni. Ja, igen, persze igazad van, de igen, de végül is később, hogy barátok lesznek egy kicsit később, és az egy picit csavar az egészen, de nem érdemes ezen elragadni tulajdonképpen. Ez nem csak így a kommunikációt, hogy, hogy, hogy értem, és, és, tényleg nagyon nehéz kulturális dolgokat megbeszélni, viszont nekik egy nagy előnyük itt a könyvben, én azt látom, hogy ez azért van, mert van. Tényleg a tudomány tudományelvét próbálják beszélni, és a, és a, a problémáról próbálnak leginkább beszélgetni majd később kapunk ízelítőt mind a kettejüknek a kultúrájából, tehát érdekességeket Rokiról, meg érdekességet az emberről, tehát benne van, ezzel egyet értek, ott érdekes. Az egy érdekes gondolat volt az űrhajónál, hogy kitalálták, vagy kitalálták, rájöttek arra, hogy a szükség lesz mindenféle nagyon-nagyon szofisztikált műszerre, ahhoz, laboratóriumi műszerre, ahhoz, hogy meg lehessen vizsgálni azt a problémát, és hogy ezek, ezeket a műszereket, ezeket nem igazán tud, hát nem igazán, kifejezetten nem olyan feltelt dolgozációban. Nyilván van egy-két, amit a nemzetközi őrállomáson megtettek, de hogy többnyire nem. És euh, úgy rakták össze az űrhajót, hogy úgy tervezték meg, hogy centrifugává tudja kihajtogatni magát. Tulajdonképpen ketté válik az űrhajó, megfordul a lakómodul, azt hiszem, és elkezd pörögni egy tenger körül, a, valahol a kettő között van egy ilyen, és körül for, forog, és így tudja hozni az egy gét, vagy legalábbis amennyire szükség van. Ez egy érdekes gondolat. Igen, és egyáltalán nem tűnik megvalósíthatatlannak, sőt, még itt a könyv készítői, még egy, egy, rajz is van mellékel, vagy tényleg mindenki el tudja képzelni, hogy ez, ez tényleg hogy működik. Persze vannak benne kihívások, tehát hogy azért egy érdekes dolog, hogy, hogyha kiszámoltat, kiszámolnák, egy mérnök kiszámolná, hogy az a kábel miből kell legyen, hogy csévélődik fel, hogy engedi ki, mert hogy több száz méternyi távolság van, ha jól emlékszem, olyankor a, a hátsó motorrész meg a, a, a lakómodul között, amikor elkezd forogni, nem kevés erő van valószínűleg, amelyik, amelyik ott hatás, kifejti hatását, de ez is megint csak Andy az a fajta vénája, amikor nem rugaszkodik el nagyon a, a dolgokon, nem, és, és nem intézi el ilyen egyszerűen, hogy akkor hogy akkor van, anti, van megcsináltuk a mesterséges gravitációt az űrhajón és kész, csak úgy van. Hanem próbál rá valódi fizikával válaszolni, és valódi mérnöki megoldást találni erre a, erre a dologra. Ezáltal ott tartunk, hogy minden eszközük megvan ahhoz, hogy ki tudják vizsgálni a, a problémát. Mindát vesznek az asztrofákból, azt nagyon egyszerűen sikeresen meg tudják oldani. Hát nem, mert ott, ott vannak problémáik, mikor az asztrofák. Az ki... asztrofáknál sikerült, utána a, a taumővánál lesznek problémái. Én úgy emlékszem, hogy az elején csak egy asztrofák vesznek. nem, rendes... hát azt, azt, már a földön vették, azzal nincs mit csináljanak. Tehát mindenkinek van már asztrofágja, csak azt látják, hogy ott van egy bolygó, és úgy, úgy döntenek, hogy... Úgy, hogy vesznek a mintát a sima szofákból, a sima mintavételezővel, hogy össze tudja vetni, hogy a, a, DNS szekvenciája a, ennek az asztofájnak, mint a földinek. Ez volt a, egyfajta nulladik lépés? Nekem nem, 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 rémlik ez a, ez a történet. Lehet, hogy tényleg így van. De, ott, ott nincs De nem is, is, fon nem is fontos, hogy... Hanem... Igen, ott nincs benne nagy feszültség, tehát ez, ez simán le van zavarva ez a rész. Igen. Majd akkor, amikor elmennek ahhoz a bolygóhoz, ahol látják, hogy ugyanúgy szaporodásra használt bolygó, mert ugye ez az asztrofágnak egy ilyen különlegessége, hogy tulajdonképpen ilyen vándorlást végez, mint ahogy az állatok jó része a Földön, egyik helyen elmegy, és ez a nap, ahol energiát gyűjt, vagy amikor eleget gyűjtött, akkor elmegy a legközelebbi olyan bolygóra, ahol nagyon magas a széndiokszidnak a, a szintje. Igen, a szaporodáshoz kell, ez, ez a szaporodási ciklus. Ahol pedig szaporodik, így van, így van. Igen. Na itt van egy csavar ebben az egészben, hogy megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy mi kell a DNS-hez, elvileg ennek az aszofáknak van DNS, és ugye vár szén a széndiokszidból, Hidrogén, oxigén, és hát nitrogén, meg foszfor. A nitrogénról még szó, szó esik, de a foszforról nem annyira. Úgyhogy itt azért érzek egy kis hiányt ezekben a kérdésekben. Hát ez most egy olyan egy degén életforma, aminek pont nem kell foszfor. Tehát, hogy ez a, ha bár eljutunk egy olyan pozícióba, mikor már arról megy a fejtegetés, hogy lehet, hogy tehát bejön a pánspermia elmélete, az nagyon sok felé előfordult, már sokan beszéltek róla, gondolom nem teljesen ismeretlen a hallgatóinknak, hogy mi szerint a, a, az élet nem a Földön alakult ki, hanem valahonnan egy ilyen égi utazó üstökös valami tulajdonképpen megtermékenyítette élettel a Földet. És akkor elmegy a elindul a, a fejtegetés, beszélgetés itt a Grace meg a Rocky között, hogy az is benne van a pakliban, mivel nagyon hasonló DNS-e, rns -e, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de a, a, a működési jelve, ennek az asztrofágnak, ki mint kiderül Rokinak is, meg az embereknek is, tehát lehet, hogy ugyanebből az egy tőből fakad tulajdonképpen az élet a naprendszerünkben, az élet Rokiék naprendszerében, mint egy a Tau ez a, ahonnan az asztrofág is származik. Azt hiszem, hogy mindenkiben van sejtmagja, és én úgy emlészem, hogy van DNS-e is, DNS szekvenciája is, ugye vár, hogy van, hogy van dns -e, azt lehet szekvenálni, sőt, többször is említik, hogy van Krebs ciklusa, ami biokémia folyamat, amely sejtekbe zajlik, és a glükóz lebontásának második szakasza. Ez többször is említik, úgyhogy ezt direkt kiírtam magamnak. Tehát a lényeg az, hogy ez nagyon-nagyon földi, hasonló sejt. Igen. Itt az, a, az, az mindig van egy kis mágia benne, és éppen előfordulhat, hogy tényleg nem említik a foszfort, mert nem kerül szóba, vagy tényleg megoldja, szintetizálja, mert ő olyan csodálatos. Hát ha ennyi energiát el tud tárolni, akkor éppen akár azt is megcsinálhatja. Pont nem mondtuk egy kis apró részletet az asztrofágról, hogy az teljesen fekete addig, ameddig él, nem tudjuk, mi történik odabent. Csak a át látszóvá és megfigyelhetővé tulajdonképpen, amikor elpusztult. Tehát addig, ameddig él, addig teljes mértékben feket, és nincsen olyan módszer az emberiségnek, amivel meg tudná vizsgálni, mi folyik odabent. Csak akkor tudunk belelátni, mikor már elpusztult. mert de viszont látjuk, hogy olyan, mint egy sejt, megvan a sejt magja, megvan mindenje, de hogy addig mit csinál, arra csak feltételezéseink vannak itt a, a könyvben. A lényeg, a lényeg ebben, tehát elmennek az a bolygóhoz, ahol a széndiokszidot kapja a szaporodáshoz, és megtalálják a természetes ragadozóját. A Tau a nővált. Kalandosan csinálnak egy 10 km hosszú láncot, és gyakorlatilag belógatják a légkör tetejéről, hogyha ezt lehet fogalmazni. Igen, mert az űrhajó nem alkalmas arra, hogy, hogy bemenjenek a légkörbe, tehát kénytelenek kreatívnak lenni ez Andy vírnek, nagyon jól megy, tehát az ő karakterei azok mindig nagyon kreatívak, és nagyon, nagyon ügyesen tudnak barkácsolni. Az űrhajó közben megsérül nagyon komolyan, majdnem meghalnak mindketten, de túlélik, egymás megmentik. Igen, nagyon erős kalandok közepette, de igen. Közben még szorosabb lesz a barátságuk, tehát amint megvan ez a... Taumőba, igen, Taumőba, igen. És sikerül összefoltozni az űrhajót, bla-bla-bla, rájönnek, hogy a nitrogén nem nagyon szereti ez a tomőba. Hát nem csak a nitrogént, hanem az, azt a, azt, a, fajta légkört, ami van nálunk a Vénuszon, meg Rokiéknál az ő saját bolygóján, mert náluk pont az ő bolygóján történik. Igen. Úgyhogy kitalálják, hogy akkor jó, csináljunk természetes evolúciót, mert hogy ennek ez a legjobb módja, hogyha ha elkezdünk tulajdonképpen szépen lassan hozzászoktatni ezeket a ragadozó Uh, szintén csak ilyen emőbákat amú, ahhoz a, ahhoz a légkörhöz, nyomáshoz, ami ott uralkodik majd, és akkor el, megterveznek hozzá persze egy kísérletet, és akkor szépen elkezdik lépcsőzetesen természetes szelekcióval, irányított, tulajdonképpen irányított szelekcióval, de elkezdik szelektálni azokat a taumőbákat, akik egyre jobban elkezdenek hozzászokni ahhoz a szinthez, a nitrogén, meg nyomás, meg egyéb légkörszinthez, ami van a két célbolygón. És hát ez sikerül is nekik, el is válnak egymástól. Minő, minő meglepetés, de ne, ne rohanjunk ennyire. Én azért rohanok előre egyébként, mert hogy én még szeretnék majd néhány percet beszélgetni a földi, a másik sikról, a földi sikról. Nem zárnám le a könyvet, és akkor utána térjünk vissza a múlt. Vagy le, én úgy is csinálhatjuk, hát nekem, nekem nem gond. A, az, hogy most megvolt ez a tenyésztés, elváltak, az még nem a vége. Hát nem a vége, de már nagyon közel van, közben viszont nagyon sok olyan emléket kapunk, ami, ami megmagyaráz dolgokat, és én nekem az volt szimpatikus, hogy a múltban szerintem sokkal több izgalom volt, mint a, tehát az sokkal organikusabb volt az az izgalom, meg az a feszültség, ami a, a múltban történik, ami a, a küldetés előkészítése körül történik, ami a felkészülés grace történik. Folyamatosan azon agyal, hogy mit kereső itt. Tehát emlékszik arra, hogy őt bevonták, ebbe a küldetésbe. Emlékszik arra, hogy részt vett az űrhajósok kiképzése, mivel ő a tudós, ő tud állítólag a legtöbbet ezekről az asztrofágokról. Valamilyen szinten érthető, hogy bevonták ebbe az egész Hélméri küldetésbe, de rendre visszatér benne ez a, az a gondolat, hogy mégis mit keres ő itt. <coughs> Nem érti, hogy miért őt küldték el. Ott van a másik két csapattag, azokat érti. Arra is visszaemlékszik, hogy volt harmadik, tehát volt tudós a legénységben, de viszont nem emlékszik arra, hogy hogy került ő ide. És ott sokkal több izgalom van szerintem, legalábbis nekem ott volt az igaz izgalom a múltban, és ebben a titokban, hogy mégis miért jött ő ide, főleg akkor, amikor számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez még a könyv csak átugrottuk, de hogy itt nyilvánvalóvá válik egy adott pillanatban számára, hogy ez egy gyilkos küldetés. Tehát, hogy nem tudtunk annyi üzemanyagot elküldeni, amivel vissza lehetne menni, tehát ez egy ilyen egyútra szóló jegy a legénység számára, az űrhajón csak van négy kicsi űrzonda tulajdonképpen feltöltve, és csak az információ kell visszajusson a földre, az űrhajósok ott fognak meghalni ebben a rendszerben. I igen, igen, igen. Ezért gondoltam, hogy visszatérhetünk, tehát, hogy én nem feltétlenül követtem volna ezt az össze-vissza narratívát, hanem az, azt, gondoltam, hogy kicsit beszélünk -e erről a vonalról, idősükről, és talán visszatérünk a másik idősükre, ami tényleg izgalmasabb volt, mert a Grace csak tanított, és egyszer megjelent nála ez a Strat stra nevezetű hölgy, és besorozta. ugyebár mivel biokémikus PhD-je volt, ö, vagy doktorja volt neki, és mégis egész jó nevű kutató volt korábban, ezért a, a, tudományos fokozata meg volt hozzá, illetve a képzettsége. Nyilván itt is volt egy csavar benne, mert hogy kiderült egy kicsivel később, hogy azért választották őt, mert ő volt a legkevésbé értékes játékos, és ha véletlenül ez az asztrofág, ez fertőző lett volna. Nem kár értem. Ami érdekes volt, mert tulajdonképpen ő megoldott ezt a kérdést, sőt, miután első lépésben az volt a dolga, hogy megvizsgálja, lefutassa az alapteszteket ezen a kasztrofágon, és rájött, hogyha megszúrja egy icipici vékony tűvel, akkor ez az asztrofág meghal, és ő ki lehetett a, a DNS-ét, illetve az, hogy miből áll pontosan. Viszont ezután valami ezt nem vérszemet kapott, és kiharcolta, hogy tovább folytatásra kutatásait kapott három darab tomműbát, nem tomműbát, volt bocsánat, és addig tekerte a dolgot, mivel hát ő a főhős, ahogy korábban picit nem említetted, ezért rájött, hogy hogyan a az, azt a szaporodási metodusára, illetve a ciklusára. Hát az is inkább véletlen volt, de, de igen, de rájön. Igen. rájön. És, igen. és, egy erős tagja lesz tulajdonképpen ennek az egész tudományos csapatnak, igen. aki dolgozik a probléma megoldásán. Igen, sikerült szaporítania, és így ezért még jobban belecsorozva, és hát itt érdekes emberekkel találkozik érdekes dolgokkal. Én nekem szimpatikus volt ez a Dimitri, dr. Dimitri Komorov, egy orosz tudós, összebarátkozott grace vagy a Grace összebarátkozott ezzel a Dimitri-jel. Tetszik, hogy ugyebár most történnek érdekes dolgok a világban, de azért valamilyen szinten tetszik nekem, hogy ott, ott még azért pozitív színben vannak feltüntetve az oroszok. Okosak és örültek. Igen, tehát, hogy, hogy, de hogy az egész könyvben benne van ez a, ez a közösen, tudunk, össze tudunk fogni, tehát a föld összetud tud fogni, és a föld hajlandó mm. mindent megtenni, és mindenki félreteszi. Tehát az egész, az egész tulajdonképpen a kutatásnak a nagy része, meg a küldetés megszervezése, például egy kínai repülőgép hordozó anyahajón történik, Igen. mert hát úgy vannak vele, hogy kint kell lenni a, a, az óceánon, ameddig kísérletezünk ezzel az asztrofággal, mert mi van, ha felrobbanunk, legalább rajtunk kívül ne hajjon meg más, szárazföldön nincsen jó helyen. És akkor kínaiak adják a helyszínt, mindenki hozzájárul, tehát van, van francia tudósunk, van amerikai, van az orosz, van kínai a, a parancsnoka tulajdonképpen az, a le, az elsődleges legénységnek, tehát hogy szépen ilyen, ilyen összefogást. Tájföldi is egyébként, a doktor Lama. Tehát nagyon szépen összefogta az emberiséget, tehát tetszik, hogy ezt ilyen pozitívan látta, hogy ezt meg tudná csinálni az emberiség, hogyha rá lenne szorulva. Igen, lépésről lépésre épül fel az egész, tehát hogy először rájött, hogy hogyan működik a szaporozási ciklus, akkor utána kitalálták, hogy hát ezt lehetne űrhajó is használni. A következő feladat az volt, hogy hát hogyan lehet szaporítani olyan mennyiségben. a két, két fő vonal volt, hogy hogyan lehet szaporítani, hogyan lehet űrhajót építeni, illetve hogy lehet lelassítani a földön ezt a folyamatot. ezért érdekes, hogy érinti a klímaváltozás kérdéseit a globális felmelegedést, hogy azt hozta ki, hogy tulajdonképpen jó is volt, hogy ezt felmelegítettük a világot, sőt, hogy melegítsünk rajta. Igen, mert félünk a, 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 megfagyástól, és akkor olyankor, amikor megfagyástól félünk, akkor egy kicsit ilyen fricskának éreztem én ezt a, a klímaváltozás, vagy az általános felmelegedés. Vagy a, a klímatagadók felé nem tudom, mert nem hiszem, hogy ő neki, tehát ő ne hinne abban, hogy itt nagy probléma van, és ne lenne tisztában vele, inkább csak egy ilyen, egy ilyen, ilyen, ilyen cinikus figyelemfelhívásnak éreztem ezt a, ezt a részt, amikor szándékosan idéznek elő újabb felmelegedést a Földön. Igen. A lényeg, a lényeg, hogy ezt megoldják, úgyhogy berobbantanak az antaz, Antarktiszban ilyen éghegyet a tengerbe, és így ezáltal metán szabadul fel, ami szerintem jobb, mint a széndiokszid. Hát sokkal erősebb, igen az üvegházhatás. A következő nagy feladat volt, hogy ugye már az, hogy hogy lehet szaporítani az asztrofágot, mert hát, ha ilyen nagy mennyiségű energiát tud felszabadítani, azt vajon bel is kell rakni. És ezt nem igazán, erre nem nagyon volt ötlet, és egy másik ember, akinek most nem igazán jut eszembe, nem találom a nevét, de nem is fontos, kitalálta, hogy gyakorlatilag lefedik a farának az egynegyedét. Hát ilyen napelem jellegű táblákat csinálgatnak, csak az abban nem, nem áramot termelnek, hanem a ott... Fekete panál. Igen, 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 és ott, ott tenyésztenek tulajdonképpen, nap energiával tenyésztik az asztrofágokat, csak mivel nagyon sok kell, és a hatékonysága nagyon pici ennek az egésznek, így ezt illetlen nagy területen kell csinálják sokáig ezt a dolgot. Két dolog lehet a az a crew, a személyzet, azt összeválogatták, viszont volt egy olyan nagy dilemmájuk, hogy azt hiszem négy év volt az út körülbelül, és hogy négy évet egy kicsi helyen három űrhajósnak összezárva nem lesz jó vége. És e, va, volt egy olyan megoldás, hogy említettem ez a tájföldi tudós, dr. Lama, olyan cégnél dolgozott, ahol kifejlesztették egy úgynevezett koma technológiát. Mesterséges koma, igen. Mesterséges komát, aminek az a hátadütője, hogy csak nagyon-nagyon kevés emberre lehet ezt megtenni, kell hozzá egy speciális aktív gén lenni a genomban. hogy sikeresen, hogy sikeresen. A kómában mindenkit sikerült levinni, onnan visszahozni nem sikerült, csak nagyon keveseket, és, kiderül, hogy egy, tehát minden 7000-ből egy olyan ember van, akire, működik ez a technológia. És lásd csodát, a mi főhősünk is ezek közé tartozik. dupla személyzet volt, tehát ugye van egy parancsnok, egy technikai és egy tudós, és duplikáció. Egy tartalék. Igen. Na most megint ilyen micsoda meglepetés történt egy balesetben, amikor a két, a két tudós, akinek elvileg nem egy autóba se szabadott szállniuk, együtt meghalnak egy balesetben, ami nem is annyira fontos, és hát találják a lehetőséget a Grace-nek, hogy főszereplőnek, hogy hát ő lehetne a, az a tudós. A végső kubán? Pár nappal az indulás előtt történik, tehát hogy itt ez, a, ez is egy csavar benne, nagyon jó, két, azt hiszem max két héttel a kilövés előtt történik, amit nem lehet elhalasztani, és nincs idő másik embert betanítani, Grace ellenben nem akar részt venni a küldetésben, mert ez öngyilkos küldetés. Igen, kiderül folyamatosan, hogy építi fel a jellemét, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy beszari, túlérzékeny ember, aki fél a elkötelezettségtől ráadásul. A múltban. És ez erősen kontrasztos azzal, hogy a jelenben viselkedik, ahol viszont mikor ott a probléma, mindig próbálja megoldani a problémákat, tehát ott nem, nem vacilál a jelenben az űrhajóban, ellenben azt látjuk, hogy vacilál erősen és fél a múltban. Nem, volt, nem, nem nagyon volt választásra, tehát amikor ott van az ember egy akkor muszáj. A lényeg a lényeg, hogy, és gyakorlatilag itt oldódik fel az alapkérdés, hogy miért veszítette el az emlékeit. Ő nemet mondott, viszont szándéka ellenére besorozták, legalábbis lefogták, és kapott egy olyan koktélt, vagy ilyen szert, ami ilyen amnézátokhoz, Tehát ez egy természet am amnéze volt nála, és itt fel is vedül a kérdés, hogy hát először is az öngyilkos küldetésnél, hogy nem, nem tudom elképzelni ezt a helyzetet, hogy, hogy elmegy egy rakás meghalni. A mi a társadalmunk ez mennyire tudja ezt tolerálni? Nem, ember szinten nem okoz gondot, tehát nagyon sok ember. Nem, nem a társadalmi, nem, nem az, hogy, hogy, tehát a társadalmi, tehát, hogy... Amikor részéről van szó, hogy egy föld megmentéséről, nem hiszem, hogy lenne bármilyen kétség a társadalomnak, hogy az nem, hogy ez morálisan ne lenne helyes, nagyon helyes menjen, csak mindenki ölje meg magát, csak, csak maradjunk mi meg. Tehát az ember ennél, ennél jobban szeretett túlélés, nem hiszem, hogy ez gondot okozna nekik. Viszont itt ezzel a kómával kapcsolatban volt egy érdekes, már bocsánat, de hogy volt egy, van egy beszélgetése ezzel az Éva aki az egészet vezeti Grace-nek, miután lefogták és fogdába tették indulás előtt, és ott azzal fenyegetőzik, hogy ő majd itt szabotálni fogja azért is a küldetést, meg, nem lesz hajlandó együttműködni, hiába teszik fel az újhajóra, és megmondja neki, elmeséli, hogy a nő, hogy megkapja ezt a szérumot, tehát nem fog emlékezni. És biztos benne, hogy mire az emlékeid visszakapja, addigra, mivel ott lesz, és nem lesz más kiútja, mint megoldani a problémát, igenis dolgozni fog a problémán, és mire eszébe fog jutni, hogy ő hogy került oda, addigra már nem fog számítani, addigra már meg akarja oldani, és meg akarja menteni a Földet. És ekkor van az, hogy a jelenben tényleg beugrik neki ez a dolog, és rájön, hogy tényleg igaza volt ennek az Évának, hogy tényleg addigra nem akar, egyáltalán nem akarja szabotálni a küldetést, és tényleg meg akarja menteni a Földet. Igen, nekem az lenne a kérdésem hozzá, hogy szerinted a start jól állt -e, helyesen cselekedett -e, hogy akarat ellenére feláldozhatunk -e egy embert az emberiség javára? MT szinten szeretném megemlíteni, hogy ugyebár a robotika törvényét Asimovtól sokan nem tudják, de van egy nulladik törvény is, ami arra vonatkozik, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni az emberiségben, vagy tétlenül tűrni, hogy az emberiség bármilyen kárszenvedjen. Ergo, az első törvény meg ugye már azt mondja, hogy a robotoknak nem szabad kárt okozni emberi lényben. Ezzel analógia elfogadható -e ez, hogy valaki feláldozni akarat ellenére? Most ismétlem magamat, de hogy ez egy kérdés igen, tehát ez egy nagyon erős morális kérdés, ez valószínűleg pár filozófust kéne megkérdezni, akik már nem tudom, a PhD-juk óta az elmúlt húsz évet mindezen vitázták végig, mert el tudom képzelni, vannak ilyenek, akik, akik ezt, ezt, nagyon véresen komolyan tudják venni. Én gyakorlatias ember vagyok, megmondom őszintén, és azt látom, hogy mivel közösségi lény vagyunk, mi emberek, attól függetlenül, hogy szeretünk önzők lenni, ennek ellenére tudjuk a saját érdekeink elé helyezni a közösségünk, társadalmunk érdekeit. Innentől kezdve az, hogy valaki vállalja, hogy, hogy, öngyilkos küldetésre megy, az teljesen érthető. Az, hogy valakit belekényszerítenek, Az is logikus egyébként. Logikus, és szerintem valamilyen szinten természetes, hogy, hogy megpróbál az ember. Tehát, hogy a, nem azt mondom, hogy a cél szentesíti az eszközt, ha bár ennek, tehát, hogy, hogy vannak olyan helyzetek, amikor előfordulhat, tehát én abszolút meg tudom érteni a döntést, és abszolút ezt ugyanezt döntöttem volna abban az esetben, ha én vagyok ott, ugyanúgy elküldöm a megfelelő jelöltet erre a küldetésre, mert szerintem érdemes az emberiséget megmenteni, és hogyha ezért áldozatokat kell hozni, és ez nem tűnt egy olyan típusú áldozatnak, tehát amikor nem, nem elfajzuk a fajunkat, tehát nem tönkretesszük a fajunkat, hanem hanem egy embert belekényszerítünk egy olyan helyzetben, amiben lehet, hogyha lenne ideje belegondolni, és lehet, hogy magáévá tudná tenni, hogy meg is teszi. Tehát, hogy ott már nem ellenkezik, mikor benne van a, a dologban, ellenben akkor, amikor meg kell hozni a döntést, fél, és nem akarja meghozni a döntést, belekényszeríteni, én nem érzem akkor a problémának. Igen, tehát itt tudunk haladni még a végkifejlethez. Tehát itt, itt sír, meg kiabál, meg hisztizik, minden gyerek, és egy érdekes ellentmondás, ugye már most visszamegyünk az űrhajós része, amikor elváltak. Azért válnak el, mert közben kiderül, hogy Rokinak az űrhajóján van annyi, van annyi üzemanyag, amivel ő haza tudna menni, és kap is, mert hát olyan jó barátok lesznek, hogy ő segített kifejleszteni a taumőbát, ami megmenti majd rokinak a világát, Roki pedig nagyon szívesen ad neki egy csomó üzemanyagot, hogy ott tudjon menni. Ezért már nem lesz olyan gyilkos a küldetés. Igen. Most van egy érdekes kérdés, amit most nem fogunk kifejteni idő Az az érdekes kérdés, hogy adatokat cserélnek. Egymás között. Tehát a grészünk szépen ad egy földi számítógépet az idegeneknek, megtanítja, vagy beszél a relativitás elméletről. Sok mindenről kozmológiáról. Igen, most ezt, ezt kihagyjuk ezt a részt. Cserébe viszont kap egy szenonit nevezetű anyagot, ami egy ilyen szuperanyag, szenon bázisú valami akármi csoda, ami iszonyatosan... Elképesztően jó tulajdonságai vannak. Könnyű, erős. Erős, hőszigetelő, minden. A tökéletes anyag. Az történik, amikor el, elválnak, hogy vagy a taumőbát, vagy a asztofágot szemlít tartályban tárolja. A taumőbát szeretné hazavinni, csak hogy hogy a, itt az evolúció kicsit félresiklik az, az a mesterséges evolúció, amit kényszerített evolúció, amit csinál, mert a taumőba miközben megtanul hozzászokni ahhoz a ahhoz a légkörhöz, nitrogén ez egyebekhez, amit ő szeretne elérni, közben hozzászokik az a, ehhez a xenolit nevezetű anyaghoz, annak a szerkezetéhez, és ki tud belőle szabadulni, igen. De ezt túl későn veszi észre. Nagy gondot nem jelent, mert ez csak egy ilyen szaporító tartály volt. Az üzemanyag tartály illetve a szondáknak a, a tartája acélból van. volt, más anyagból, más anyagból volt, tehát neki ez ne, apró kellemetlenséget nagy ijegységet jelentett, viszont rájött, hogy a barátja, a Rocky nevezetű idegen lény szenonit alapú tartályokban tárolja az üzemanyagát, és rájött arra, hogy ez nála is meg fog történni, ki fog szabadulni ez a taumóiba, és nála viszont felfajja az összes, az összes asztrofágot, tehát neki nincs esélye hazajutni. És nem csak, hogy a barátjának van innentől kezdve vége, hanem nagy eséllyel a népét is sikerül megmenteni, ami egy újabb dilemma. És itt van az, hogy akkor úgy dönt, hogy akkor, akkor most saját döntése által vállalja tulajdonképpen az öngyilkos küldetést, hogy nem hazamegy, hazaküldi az egyik, vagy nem is az egyik, hanem az összes szondát tulajdonképpen, ami még elérhető, Igen. Megtöldi az adatokkal, meg a taumőbával, hazaküldi, a Föld majd innentől kezdve megmenekül, nincs rá szükség, hogy ő hazamenjen, és megkeresi inkább a Rokinak az űrhajóját, hogy megmentse tulajdonképpen az ő űrhajójába áthozza Rokit, és azzal menjenek el Roki világára, tudván tudjat ebben az esetben, viszont neki nincs esélye a túlélésre. Az egy nagyon más élet. Nincs így, így van, és nincs élelme, és egy olyan bolygóra fog eljutni, ahol teljesen más a, 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 biológia, az ő ételeik nem jók számára. Tehát itt már megérett benne tulajdonképpen, eljutott arra az értelmi szintre, amikor egyedül hozza meg azt a döntést, ezt az öngyilkos küldetésre vállalkozok, hogy megmentsek valakit vagy valakiket, itt már megteheti meg ő maga ezt a döntést, és nem a, nem valaki más kényszeríti bele, mint ahogy a Földön történt. Legyen is kis rossz indulat is bennem, azért ezt is csak a legjobb barátjáért teszi meg, tehát nem, nem az emberiségért, nem, nem elsősorban a legjobb barátjáért. De mindenkinek kell valamilyen motiváció. Az egy, az egy elvondolok, hogy egy népet megmenteni, az em, azt, a, azt, a, másikat, a barátodat megmenteni, az egy sokkal közelebbi, tehát az elme számára az sokkal könnyebben felfogható dolog, én meg tudom érteni, hogy miért, miért, miért azért. És akkor itt eljutunk a Ezt így nem gondoltam végig. végkifejlethez. Most kicsit felpörgetem a dolgokat, mert lassan kezdünk túl hosszúak lenni, aztán majd itt kapok a főszerkesztőnktől, ládámtól, hogy, hogy túl hosszú lett a műsor, de nem baj, mert szerintem egy jó műsor volt, úgyhogy nem baj az, hogyha hosszú. Meg is találja a barátját, sikerül időben megmentenie tulajdonképpen aki meg is lepődik rajta, hogy pontosan tudja, hogy innentől kezdve uh, Grésztek nincsen esélye a túlélésre, de nagyon hálás azért, hogy, uh, hogy, segít neki és megmenti a népét, és akkor itt jön a csavar, amit mondtál, hogy itt a végén, ami, ami nagyon meglepett téged, hogy hogy ér véget a könyv tulajdonképpen? Hát gyakorlatilag úgy, úgy ér véget, hogy ott él azon a bolygón, csinálnak neki egy mesterséges környezetet, nyilvánvalóan hősként fogadják, és ott is tanárként dolgozik azon a bolygón. És hát a, a Happy ennek az volt a, a csúcsa, vagy az volt a, a, könyv vége gyakorlatilag, hogy hírt kaptak arról, hogy a föld a napfényessége visszaállt korábbi állapotra. Ki tudja számolni, hogy az, az pont annyi idő tulajdonképpen, hogy időben sikerült visszaállítani a, a napnak a, a fényét, tehát hogy kiszámolgatja a roki bolygójára való utazás ideje, meg a föld napjától a, ahhoz a naprendszer való idő, ameddig a fény eljut, kiszámolja, hogy az nagyon hamar azután, hogy visszaértek ezek a szondák a földön, meg tudták oldani az asztrofágnak a kinyírását, tehát hogy tényleg happy end, minden szinten happy end tulajdonképpen. Nem, 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 pont ez, ezért álltam beléd az elején, ezért kötekedtem ezzel, mert egy férfi nélkül, hogy, hogy élhet happy endesen Tehát, hogy nekem az egész történetből ez hiányz, az Éva. Akarnám, akarnám, neked mondani, hogy hogy, hát nézd, kérdezd meg az összes katolikus papot, aki, aki bátos fogadott és éli végig az életét nagyon sok évet úgy, hogy, hogy nincsen, neki, nincsen, neki, évája. Tehát, hogy ez, én ezt nem érzem. Én azt látom, hogy így, hogy még a hivatását is tudja folytatni, mert ő tényleg élvezte a gyerekekkel való foglalkozást, a tanítást, tehát ő szerette. Szeret én, én azt érzem, 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 hogy, hogy igen, Persze van pár, ott felmerül pár apró nehézség, hogy az elején ilyen olyan ö, ilyen ételpótlót kell legyen, ameddig kitalálják, hogy hogy csináljanak neki megfelelő ételt, de hogy azon kívül megvan a környezete, és megvan a barátja, és továbbra is hasznos. Tehát azon az új helyen is, ahol van, csinálhatja azt tovább, amit szeretne. Tehát, hogy én azt, és meg tudja, hogy a bolygója is megmenekült. Tehát tulajdonképpen volt haszna, volt értelme, és nem kockáztatott, tehát nem, nem, lett rossz vége annak, hogy ő nem, úgy döntött, hogy nem megy haza a földre, hanem csak a szondát küldi. Én egy sokkal nagyobb problémának érezném, még ha ketten lennének is, tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy ez mennyire egyszerű lehet egy teljesen idegen életforma bolygóján tölteni az egész életedet. Lehettek ti ketten attól függetlenül, hogy mindenki más, más mint ti. És arra vagyok meggyőződve, hogy ha lenne bármelyik éva, ha össze vagy zárva egy ilyen akárhány négyzetméterre, egy ilyen, egy ilyen idegen helyen, egy férfi meg egy nő, hogy az, hogy az, az happy end lesz 50 éven keresztül. <laughs> tehát, hogy nekem itt is vannak azért, vannak azért ebben, ebben kétségeim, hogy ez tökéletesen működne a kapcsolat. De igen, értem, mit mondasz. Minden, mindent összevetve, nekem nagyon tetszett a tény, tehát én élveztem a, annak ellenére, hogy mondom, itt nagyon happy endes volt a, a számomra, tehát az én ízlésemnek. Olyan igazi, olyan igazi, amerikai happy endes storyt sztorit csináltak belőle, nem volt vele baj, de még mondom, én nem izgultam, tehát én biztos voltam benne, hogy ez happy end lesz, tehát Andy Virnek az eddigi munkáit olvasva biztos voltam benne, hogy ezt is ugyanúgy ki fogja futtatni a happy endre, de jó volt, jól kit volt találva, és még ez is nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ott kap egy életteret magának, és ott taníthat, ez szerintem ez így, ez így nagyon kerek lett ez a, ez a történet. Úgyhogy én mindenkinek nagyon a meleg szívvel ajánlom ezt a könyvet, annak ellenére nagyon sok mindent elárultunk belőle, szerintem annyi apró részlet van még, annyi finomsága, apró rezdülés ennek a könyvnek, meg pici gondolata, amit még szerintem többször olvasás után is még az ember talál benne érdekeset. Tehát ne, senkit ne tartson vissza az, hogyha azt hiszi, hogy mi most lelőttünk itt minden poént, nem? Érdemes elolvasni. A, ami, ami, azt illeti, én elolvastam a jól meg angolul is, tehát és úgy, jó volt. Én is így voltam vele, tehát most újra olvastam pont a, a felvétel előtt egy héttel, és nagyon ugyanannyira tetszett, és találtam benne még extra gondolatokat, amik lehet elsőre nem, elsőre nem, 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 úgy ütöttek, vagy nem úgy állták meg a helyüket. Úgyhogy én, én nekem ez nagyon bejött ez a könyv. Igen, nekem is benne van az első 10-20 könyvben. A végére értünk, műsoridőnknek is, ahogy nézem, úgyhogy ideje lesz elbúcsúznunk, remélem, hogy nektek is tetszett, remélem, hogy érdemesnek találjátok a Szugzsánernek a második évadát is arra, hogy hallgassátok, kövessétek. Hamarosan, egy hónap múlva tulajdonképpen jelentkezünk a szubzsáner 12. részével, újabb érdekes és, és tanulságos könyv lesz, amit ki fogunk beszélni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Köszönjük szépen! És várunk titeket szeretettel! Addig is hallgassátok a Paralaxis Univerzum egyéb műsorait. Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.